Elsődlegesen megemlítendő fontos szempont a vállalkozás finanszírozási igénye. Fontos a hitelfelvétel előtt végig gondolni, milyen célra kívánja a vállalkozás fordítani a hitelt. Átmeneti likviditás finanszírozásra a folyószámlahitelek nyújthatnak megoldást, rendszeres, ciklikus, nagyobb összegű kiadásokra az üzletmenethez igazodóan a forgóeszközhitel nyújt megoldást, és hosszatávú fejlesztésekhez pedig a beruházási hitel az a jellemző termék. Lényeges szempont a vállalkozás pénzügyi adatainak ismerete és feltérképezése a hiteligénylés előtt. Értem ez alatt az árbevételt, a saját tőkét, üzemi eredményt, valamint a vevői szállítói állományt és az esetleges eladósodottsági mutatót is. Úgy célszerű elindítani a hitelezést, hogy fölveszi 2-3 bankkal a tulajdonos a kapcsolatot, és itt átbeszéli, hogy mik az igényei. Hogyha minden papírt megkap egy bank, akkor azért 2-3 hét alatt egy egyszerűbb hitel átmehet, egy bonyolultabb hitel, egy beruházási hitelnél hosszabb lehet az átfutási idő. Általánosságban igaz, hogy a stabilan, biztos pénzügyi háttérrel rendelkező és hosszú távon működő vállalkozások tudnak sikerrel hitelt igényelni. Ez ugyanúgy egy folyószámlahitelterméknél, egy forgóeszközhitelterméknél, vagy pedig egy beruházási hitelnél is igaz. Nagyon lényeges, hogy a hiteligénylés esetén a hitel cél az igazodjon a vállalkozás működéséhez. Ezen hiteltermék esetén lényeges szempont az áruk és készletek rendszeres nyilvántartása, és ennek számlákkal történő igazolása a vállalkozások felé. A forgóeszközhiteltermék jellemzően egy éves, vagy pedig tartós forgóeszközhiteltermék esetén 3-5 éves futamidővel érhető el a vállalkozások számára, de nagyon fontos szempont az, hogy itt is ciklikus igény, ciklikus hitfinanszírozási igény jelentkezzen a vállalkozásnál. A beruházási hitelek fejlesztésekre, például telephelybővítésre, géppark-bővítésre, vagy esetleg új piac szerzésre nyújt megoldást egy vállalkozás számára. Az önerő itt egy lényeges szempont, amely kiegészíthető pályázatok, állami támogatások segítségével, és a beruházási hitelek jellemzően hosszú lejáratú hitelek, gondolok itt 5-8 éves futamidőre. Az előbb említetteken kívül elérhető az ügyfelek számára a faktoring, mert a vevői szállítói követelésekre nyújthat a vállalkozás számára megoldást, valamint az eszközvásárlásra a leasing termékek nyújthatnak megoldást, és uniós források előfinanszírozására pedig az önerő kiegészítés jelentett megoldás. De minden hitelterméknél és minden egyéb terméknél lényeges szempont az, hogy a vállalkozás működéséhez, profiljához igazodott terméket válasszon az adott ügyfél, amelyben az UniCredit Bank szakértő partnereként tud a vállalkozások számára segítséget nyújtani, bankfiókjainkban pedig a tanácsadókának az ügyfelek rendelkezésére.